Január 7-én szerdán 11 óra 30 körül két álarcos férfi hatolt be a Charlie Hebdo nevű szatirikus laphoz, ahol éppen szerkesztőségi értekezletet tartottak. A terroristák gépkarabélyaikkal 5 perc alatt kivégeztek 9 újságírót és a biztonságukra ügyelő rendőrt. Közben Allahot emlegették és az Al-Qaidára hivatkoztak. A 11. áldozat az irodaház egyik takarítója volt, a 12. pedig egy újabb rendőr. A két férfi menekülés közben előbb rálőtt a 42 éves Ahmed Merabéra, majd egyikük a földön fekvő és kezét irgalmat kérően a magasba emelő férfit fejbe lőtte. A gyilkosok ezután beszálltak egy lopott autóba és elhajtottak, de egy karambol után kénytelenek voltak autót cserélni. Egyikük azonban a merényletnél használt gépkocsiban hagyta az igazolványát, így derült ki, hogy ő a 34 éves Said Kouachi, míg társa a testvére, Sherif Kouachi. Elszöktek. Ma már tudjuk, a testvérpár algériai származású, de francia állampolgár, mindketten Párizsban születtek. Sherifet 2005-ben egyszer már elfogták, akkor, amikor épp Szíriába akart utazni, majd 2008-ban bíróság elé állították, mert részt vett az Irakba dzsihadistákat küldő láncban. 2003 és 2005 között fiatalok tucatjainak Irakba küldésében vett részt. 3 éves börtönbüntetésre ítélték, 18 hónapra felfüggesztve. A testvérek megjárták Szíriát, tavaly nyáron érkeztek vissza a francia fővárosba. Bár Párizsban a legmagasabb szintű terrorkészültséget vezették be, a terroristáknak ekkor még sikerült megszökniük. Január 8-án reggel 7 után közlekedési balesethez riasztották a párizsi hatóságokat. A helyszínre érkező rendőrökre Kalasnyikovval lőtt rá egy akkor még ismeretlen terrorista. Egy rendőrnő a helyszínen meghalt, 24 órán belül ő volt a terror harmadik egyenruhás áldozata. A merénylő elmenekült. Közben folytatódott a Kouachi testvérek utáni embervadászat. Csütörtök délután bukkantak újra a nyomukra, miután a terroristák kiraboltak egy benzinkutat Párizs közelében. Az éjszakát egy erdőben töltötték, majd péntek reggel elraboltak egy autót, amellyel egy a Charles de Gaulle reptérhez közeli nyomdához hajtottak. Itt várták be a rendőröket. Péntek délután 13:30 körül Amedi Koulibaly, akiről ekkor már tudták, hogy előző nap ő lőtte le Párizsban a rendőrnőt, behatolt egy kóser élelmiszerboltba. 4 embert lőtt le, majd azzal fenyegetőzött, hogy a többieket is kivégzi, ha a kommandósok megtámadják a nyomdában rejtőzködő Kouachi fivéreket. Azok közben elengedték a korábban túszulejtett nyomda tulajdonost. Volt egy másik túszuk is, de róla nem tudtak, mert az üzem alkalmazottja elrejtőzött előlük. A két Kouachi délután 5-kor a rendőrökre tüzelve megpróbált kitörni az épületből, de gránátvetőkkel végeztek velük. Hogy ez volt-e a cél, egyelőre nem tudni. Az biztos, hogy a francia államelnök korábban azt mondta, bíróság elé akarják állítani a terroristákat. Nagyjából ekkor támadták meg a rendőrök a kóser élelmiszerboltot is. Az ottani túszejtő Koulibaly több kommandóst is megsebesített, majd megpróbált kirohanni az üzletből, de csak az ajtóig jutott. Agyon lőtték. Feleségét, aki vélhetően a bűntársa is volt, még keresik. A terroristák ismerhették egymást, ez bizonyítja, hogy Koulibaly felesége tavaly 500-szor beszélt telefonon az egyik Kouachi fivér feleségével. A világot megrázták a történtek. Január 11-én Párizsban milliók emlékeztek meg a terrorcselekmények áldozatairól. A demonstrálókra, akik között ott volt nagyjából 50 ország vezetője is, 5500 rendőr és katona vigyázott. A sokkolt közvélemény pedig a saját hősei tóvja, azokat, akik e véres és rettenetes történetből emelkedtek ki egyik pillanatról a másikra. Hősként ünneplik például Franciaországban Lassana Betilt, a Maliból származó 24 éves muzulmán fiatalember az élete kockáztatásával mentett zsidó vásárlókat a párizsi kóser szupermarketre támadó terroristától. Utóbb azt mondta, testvérek vagyunk, nem az a kérdés, hogy ki zsidó, ki keresztény és ki muzulmán. Egy csónakban evezünk, és együtt kell kivergődnünk ebből a válságból. Az új hősök egyike, Malek Merabé is, a meggyilkolt rendőr muszlim testvére, aki arról beszélt, hogy a terroristák nem igazi muszlimok. Algériai gyökereiken kívül semmi közös nincs bennük. Most mindenki kétségbe esve keresi a kapaszkodókat. Mindaz, ami történt, valóban az európai civilizáció elleni támadás ugyanis. A névtelenségből kiemelkedő hétköznapi hősök viszont azt testesítik meg, hogy van remény.